Átadom a szót Ildikónak. Jó, akkor próbálom röviden. Lehet hallani? Ez a Kosztolányi revízió. Kosztolányinak van egy olyan kötete, hogy két ég alatt abban jelent meg. És Király Istvánnak van egy olyan kötete, hogy Kosztolányi vita és vallomás, és abban ír erről. A Bíráló cikk 29-ben jelent meg a Tollban, és az volt a címe, hogy az írás tudatlanok árulása, külön vélemény Ady Endréről. Király azt írja, hogy egy éjszak alatt írta meg Kosztolányira, 25 éven át érlelődött benne, tehát ez egy folyamat volt. És hogy eleinte barátok voltak, harcostársak voltak Kosztolányival, teljesen összetartottak. Azt írja Király, hogy a külső nyomás, az új reakció prése egybe kovácsolta őket. És hogy halál előtt két hónappal Ady üzent Kosztolányinak, annyira ragaszkodott hozzá, hogy el kellett hozzám menni. Tehát nagyon sokáig. Lehet? Tehát nagyon sokáig jóban voltak. Na most Király István néhány okot sorol fel, hogy mi lehetett az oka ennek a nagyon negatív kritikának. Lehetséges okok voltak a művészi féltékenység, lehetett egy rivalitás érzés is benne, és egy eltérő értékrend a két ember között. Na most ezek a Kosztolányi kritikák különböző folyóiratokban jelentek meg, a Nyugatban, a Tollban, ilyen helyeken. Most egy párat ezek között kiemelnék azért, hogy lássak ezt a folyamatot, hogy alakult az Ady kép Kosztolányiban. 1907-ben a Vér és Aranyról írja, hogy Ady fájdalmasan, sírnivalóan, tragikusan magyar. Egy oroszlán szívű nemes napember lép ki ebből a könyvből. Tehát ott még teljesen pozitívan látja. 1908-ban azt írja, hogy Ady új költő, szimbolista költő, igazán egész költő, igazán egész ember. Tehát még ez is egy elismerés. Halál akkor azt írja, hogy most egy legenda és egy halhatatlanság kezdődik Adival, aki született lázadó volt és a formák bilincseit megtörte. Mámor fejedelem írja róla, asztaltrónuson ül, siratja magát és a népét, az új költészetét hal. És azt írja, hogy úgy hat meg, mint egy magyar kálvinista, amikor a felesége a szanatóriumba vitte, azt írta, hogy semmit nem bánok meg. Tehát kicsit a Lutherhez hasonló magatartása volt. Jaj, 1919-ben írja Adiról, hogy mindig érezte, hogy mennyire végtelenül egyedi. Ady mindent a művészetnek áldozott, nem a saját életét írta. És amit érzett, hiánytalanul tudta kifejezni, tehát ezt tartottak a legnagyobb értéknek. 21-ben azt írja, hogy Ady újságírónak is kitűnő volt. 22-ben azt írja, egy csodáról akarok beszélni, mert vannak még csodák, valaki az értől indul el, és befut a szent nagy óceánba. Tehát itt is még teljesen elismerő. Tehát ez a bíráló cikk a Tollban jelent meg 29. június 14-én, ez felkérésre írt a Kosztolányi, kérték, hogy írja meg Adiról a véleményét. Itt visszatekintve leírja, hogy először nagyon lelkesen írt róla, de az ellen tiltakozott, hogy a ravatalát egyesek dobogónak használják, ezt szó szerint idézi. És az adta az ötletet az utolsó lökést a cikk megírására, hogy megjelent az egyik folyóiratban egy eddig ismeretlen Ady vers, amiről kiderült, hogy Juhász Gyula írta, és a verset teljesen Adinak köszönhetően bírálták, és ahelyett, hogy elismerték volna, hogy Juhász Gyula írta, végülis egy tehetséges dolog, hogy írok egy hasonló verset, Juhász Gyulát támadták. Kosztolányi azt hírja, hogy akkor vette észre, hogy egy legenda keletkezett, ami Adinak is árt, és az irodalomnak is árt. Amikor a kiadónak elvitte a cikket, a kiadó le akarta beszélni, mondta, hogy kiadjuk, de gondoljon arra, hogy családja van, gyerekei vannak, tehát annyira féltette a negatív hatással. Rájöttem, hogy egy vallással állok szemben, írja Kosztolányi.
Adi matinékat tartottak, Adi délutánokat tartottak, Adi estéket tartottak. Tehát annyira egy ügyvéd barátjának, egy 5 éves kislánya elszavalta a Léda Ajkai közcímű verset. Minden nap nyilatkoztak Adiról. Az írás tudok borzongva szemlélték, írja Kosztolányi, hogy egy legenda fonódik félreértésből. Hallgatniuk kellett, ők nem verték el mondani a véleményüket. Adiról igaz irodalmi kritikát nem írtak, csak vagy ledorongálósokat, vagy hozsannát. Adi személy szerint se bírta egyébként a kritikát. Kosztolányi kiemeli, hogy az írását Adi írta meg, hogy az igazságot írja meg. Írta, hogy nem vagyok csalhatatlan, csak az irodalomhoz vagyok hű, pártatlanul ítélek. Ez a homoesztétikus magatartása, hogy nehogy politikától és személyektől függetlenül. Na most néhány dolgot, amit ő kifogásolt. Kifogásolta Adi messianizmusát, külsőségesnek, felületesnek tartotta. Ebből egy könnyen hívő optimizmus keletkezett. Szerinte a költő feladata nem egy politikai irányzat, vagy egy optimizmus kifejezése, hanem a költő a kifejezés művésze. Kifogásolta, hogy Adit Petőfivel együtt emlegetik, szerinte egyáltalán nem lehet összehasonlítani. Petőfit sokkal őszintébbnek, zseniálisabbnak tartotta. De ebből persze nem következik, hogy Adi kisebb költő, csak ez Kosztolányi véleménye. Adi politikai verseit megrendelése, írja Kosztolányi szerint. A nagy költőknél a modor jó ízű, és a írja Shakespeare-nél várjuk, hogy mikor lesz egy szerelmes jelenet, egy harcos jelenet, viszont Adinál ez modorosság szerinte. Ritkán érzelmes Adi, gyakran érzelgős. A cikk végén azt írta, idézem, nem csak a jelennek írtam ezt, hanem a jövőnek is. Attól várom igazolásomat. És ezt a cikket egy több évig tartó vita követte, ami megjelent a Tollban, a Nyugatban, Korunkban, Napkeletben, budapesti vidéki folyóiratokban, hírlapokban, tehát nagyon-nagyon széleskörű vita volt. Legtöbben Adit védelmezték. Egy pár nevet mondanék, Babics, Bajcsi Zilinszky, Füss Milán, Ignotus, József Attila, Karinti, Móricz, Németh László. Babics azt írja, hogy nem ért egyet Kosztolányival, de jó, hogy a tiszta kritika szempontjából ítéli meg Adit. Egyébként Adit ő tehetségesnek tartotta. Móricz őszintének találja Kosztolányi írását, de nagyon nagyra tartja Adit, és sajnálja Kosztolányit, hogy nem tudja Adi nagyságát élvezni. Kassák azt írja, hogy Kosztolányi kritikai szempontjai alkalmatlanok, mert nem tudta megismerni Adi elementáris erejét. Tehát a legtöbben nagyon elfogultan ellene foglaltak állást. Kosztolányi írja, hogy ahogy ő fél attól, hogy az Adi egy vallást alapított, amivel nem lehet tárgyalagosan fellépni. Fenyő Miksa ezt válaszolja erre, hogy az igazi zseni valóban vallás alapító. Végtelenül sajnálom, hogy Kosztolányi megírta ezt a bírálatot. Ignotus is azt írja, hogy Adi újfajta költészetet hozott. József Attila azt írja, hogy Adi a legbensőbb magyarok egyike, szerinte Kosztolányi cikke csak vízió, nem revízió, nem kritikus. Kosztolányi és Babics azt is írják, hogy Adi a magyarság nem a legkulturáltabb, legjobban irodalom szerető rétegeire hat. Zsolt Béla ezzel szemben azt írja, hogy igenis a legműveltebbekre és a legtehetségesebbekre. Komlós Aladár is ír egy cikket, ez marinálót van, a Bocsánat Adi revízió, azt hiszem ez a címe. És ebben azt írja, hogy Kosztolányinak az igazságtalan gyűlölködő cikke tulajdonképpen Adinak kedvez, mert meglassítja a felejtés és a tárgyilagosság folyamatát. Tehát sokkal hosszabb ideig fogunk Adihoz közel lenni. Azt írja, hogy Adi elültetett egy csírát, ami nőni fog, és itt idézem, ami úgy fog nőni ez a csíra, mint hogy utoljára büntetésül még Adit idézem Kosztolányi fejére, mint maga hó alatt. Tehát körülbelül ezek voltak a legfontosabb ellenérvek a vitában. Na most Kosztolányi nem válaszol ezekre.
azt írja, hogy olyan ingerültség, személyeskedés és vallásos felháborodás van, jellemzi a vitát, hogy ő ehhez nem tud hozzászólni. De naplójegyzeteiben azért reagál ezekre, és ezt így és Gyula teszi a kortársban közben. Ezek a támadások kivétel nélkül fájnak. Életveszélyes, fenyegető leveleket kaptam, azok, akiket köszöntöttem, nem fogadták köszönésemet. Még a leírja, hogy a szakácsné, aki rajonkosztolányi Adiért, felmondott ezért a cikk miatt. Akkor egy pincér, aki kávézott, direkt olyan kávét hozott neki, ami nem volt hab, szóval. És akkor írja, hogy Lucifernek nevezték a vitában, vállalom mondja, mert Lucifer fényhozó, fényt hoz a ködbe, a hazugságba. És akkor még egyszer megismét, hogy ezt a vallásos felületes vallásot akarta megszüntetni. Karinti ír egy cikket, utóhang az Adi revízióhoz. Ebben azt írja, hogy fellángolt az ellenfelek szenvedélyes összecsapása. Ezt a szenvedélyes jelzőt azért használom, írja, mert számomra ez jelzi a vita képtelenségét. És akkor idéz egy Fodor József, nem tudom, nem ismerem, aki azt írja, hogy akiknek nem tetszik Adi, nem méltok rá. Karinti szerint két párt csap össze a vitában, a rajongó rokon szem és a tartózkodás, és mind a kettő indulatteli. Azt írja, harmadik lehetőség lenne a tartózkodás tárgyilagosságot mímelő álláspontja. Adi tragikuma a Karinti szerint közölni akart valamit, s nem vette észre, hogy közben a kifejezés nagyszerű mesterévé lett. Paganinia a hegedűnek, aminek Beethovennyi akart lenni. A magyar költészet egyik legnagyobb formaművésze. Ennyi, és a Marinak itt van esetleg a Gábort, ha megkérhetjük, hogy felolvasna ezt a... Én elhoztam ezt, amire Ildikó hivatkozik, a Komlós Aladárnak a Korunkban megjelent cikkét, de attól tartok, hogy az eső az elfog minket mosni. Akit érdekel, szívesen odaadom, olvassa el, mert nagyon érdemes. De most csak egy apróság, ha már ilyen személyes dolgokat említettél, hogy a fölmondott a szakácsnő. Én azt olvastam valahol, hogy tulajdonképpen, megmondom egész konkrétan, a Levendel Júlia Kosztolányiról írt monográfiájában olvastam, hogy az alapbaj az volt, vagy hát szóval a konfliktus alapoka az volt, hogy Adi egy nem túl hízelgő kritikát írt az egyik Kosztolányi versről. És Kosztolányi ezen megsértődött, de hát nem csak a sértődöttség mondatta vele, nem értette úgy. A másik, ami szintén ehhez kapcsolódik, és ilyen kis pletyka, hogy biztos ismeritek a Dénes Zsófiának a memoár kötetét, pontosabban, ahogy ott ír különböző emberekről, kortársairól. Jaj, de jó! Szia! Szia, szia! És ott Kosztolányiról is ír, mint kortársról. De azt írja, hogy már bocsánat, de annyira csúnyán beszélt Adiról, hogy szóval ő eltekint attól, hogy hát itt az emlékeit megoszta. Na, szóval állítólag az eredendő bűn az volt, hogy Adi csúnyán, vagy hát nem szépen nyilatkozott egy Kosztolányi versről, amit hozzáteszem, nagyon fiatalon írt Kosztolányi. Következő, a kiindulása következő volt. 1907-ben jelent meg a Négy fal között Kosztolányi első kötete. Na most, hát 21 éves ember számára az egy
utolérhetetlen boldogság lehetett, hogy maga Adi arra vállalkozott, hogy írjon róla. Olyan sorokat írt róla Adi, hogy ehhez az emberhez hasonlóan a Perzsiánál is rosszabb országban írja, hasonlóan gyönyörű szavakat, sorokat és rímeket még soha senki nem írt le. Na most Kosztolányinak ez nem elég. Ő ennél többre számított. Kosztolányi maga vezérnek jött, hát ezt nem lehet sajnos eltagadni, ugyanis az Adi kritikájában úgy folytatódik a dolog, hogy igen ám, de ne tessenek tőle csodát várni, mert ő nem fogja megoldani a társadalmi problémákat, ő irodalmi költő. Na most ezt a kifejezést, hogy irodalmi költő, egy életen át nem bocsátotta meg. Annak ellenére, hogy Adi kifejezetten rokon szenvezett vele. Tehát Adi azt az elképesztő tehetséget, azt a fantasztikus elasztikusságot, a kifejezéseknek azt a végtelen tárházát vette észre már az első kötetében, ami pedig csak sokkal később nyilvánult meg. Egész életi, amíg él Adi, hát innentől kezdve még ír 12 éven keresztül, mindig figyel Kosztolányira, és hogy ez mennyire így van, mi sem jellemző, hogy a halálos ágyához odarendeli Kosztolányit és feleségét. Hát ez nem akármilyen kitüntetés, hogy mit mondott, ezt sajnos nem jegyezték fel, nem tudom megmondani, de Kosztolányit ő nagyon-nagyon kedveli, és nagyon... De tudja, hogy pont az ellenkezője, mint ő, irodalmi költő, ne tessék tőle egyebet várni. Na most ezt egy életen át Kosztolány nem bocsátja meg. Van az a nagyon híres levelezés az ő fiatal korukból, Juhász Gyulával és Babits Mihállyal, és ők akkor a 900-as évek derekán úgy látják, hogy Adi árnyéka olyan hatalmas, hogy az az egész magyar irodalom vetülő összes fényt elvonja tőlünk. És ebben mind a hárman egyetértenek így 17, 18, 19 éves korukban. Kosztolányi megmarad ennél a föltevésnél, Babits az homlok egyenes megváltozik, ő attól a pillanattól kezdve, amikor itt Budapesten megnyilvánulhat, főként amikor már a Nyugat is belép, 1908-tól kezdődően, csak a legjobbakat írja, mindig, mindenhol, életében, élete után, csak a legjobbakat, a legmagasabb elismerés hangján nyilatkozik Adiról. Kosztolányi ezt, mielőtt megírna a tolkaidékát, nagyon sokszor a 10-es években is, és a 20-as évek elején is személyre veti Babitsnak, és azt mondja, hogy hát miért változtál ekkorát, ha ezt fogod csinálni, akkor én majd bemutatom a fiatalkori levelezésünket. Erre Babits azt mondja neki, hogy azt nem teheted. De megteszem. Ha megteszed, akkor én öngyilkos leszek, mondja Babits, és ez nem vicc. Természetesen nem tette meg Kosztolányi, de próbálta zsarolni. Kosztolányit borzasztóan sértette ez, hogy a vezérséget elorozták tőle, és úgy érezte, hogy emiatt őrjá kevesebb fény hull. Na most érdekes módon Babitsra nem féltékeny, mert mindaz, amit itten 29-ben leír a Tollal cikkében, azt nem írhatná Babitsról. Tehát nem írhatja azt, hogy hebehúrja, hogy kevéssé választékos, hogy ötletszerű, nem írhatja azt, hogy kevés műgonda, hiszen Babits mindenben szerint teljesen tökéletes. Babitsot önmaga elé helyezi, kezdettől fogva, azt mondja neki a 17 éves korában olyan levelet ír, hogy Mihályom, írjon és küldjön mindenből, mindért, de maga a mi nemzedékünk egyetlen reménysége egy kölyök arany. Tehát Babitssal semmilyen problémája nincs egészen addig, amíg meg nem romlik a viszonyuk a 20-as évek közepén. Imádja. Adival pedig emiatt a kezdeti kritika miatt megvan ez az ügy. Na most van még egy, amiben viszont Kosztolányinak van igaza. Az, hogy valóban vallás lesz Adiból. Az összes félművelt, vagy a félműveltnél kevesebb, az annyit tud az irodalomról, hogy ó, hát Adi, vagy utálom, vagy lelkesedek, tűzbe megyek érte, de Adi,
semmi más nem számít. Valóban semmire nem lehet figyelni Adinak olyan hatalmas halála után is az árnyéka. Ezt joggal teszi kifogást tárgyával Kosztolányi. Amikor fölkérik erre a közlésre, hát fölkérik, ő fölkéreti magát, ő ezt nagyon meg akarja írni óriási elánnal. Ő bemegy a Toll szerkesztőségébe, ahol egy hatalmas Adi kép van a falon, egy széket odagördít az Adi képe alá, és azt mondja, hogy szembenézek veled, és úgy írom most a következőket, és utána jön ez a hatalmas tanulmány. Tehát ő ezt teljes melszélességgel fölvállalja, mert valamennyire igaza van benne. Na most, hogy meddig tart ez az egész izéje, hadd meséljek egy anekdótát. Én, ez ugye 29, én körülbelül 70-ben vagy 71-ben rendeztem egy ilyen irodalmi klubot, ahol mindenféle irodalmi kérdésekről lehetett beszélni, és akkor még nagyszerű élő költői rendelkezésemre álltak. Egyszer Somjó Györgyöt kértem meg arra, hogy hát arról lenne szó, hogy eljössz, és akkor Adival kapcsolatban. Azt mondta, hogy ne haragudj minden, de ezt nem vállalom. Most hogy nem vállalod? Szóval beszélek Babicsról, beszélek amiről akarod, mindenről beszélek, Adit nem vállalom. Nem mondom, miért nem vállalod? Azért, mert külön véleményem van. És nem vállalta. Ő az én számomra a legnagyobb költő, Vas István, azt mondta, illetve nem azt mondta, hanem azt írta egy versében, teljesen egyetértettek Kosztolányival. Vas is, Zelki is, nagyon sokan akkor, akik a legnagyobbak voltak. Devecseri. Ő azt írta egy öregkori versében, ami arról szól, hogy valahol egy ilyen fölcsúszott szoknyájú, széplábú csajt lát. Azt írja, hogy mit is mondaná erre Adi? Hát igaza lenne. Én most 70-valahány évesen megtérek Adihoz. Tehát nagyon-nagyon hosszú folyamat, 50 évnek kell eltelnie ahhoz, hogy a magyar irodalomnak és esztétikumnak ez az apollói ága 50 évek múltán tud megtérni Adihoz, és veszi észre Adinak azt a kétségbe vonhatatlan nagy nagyságát, ami nem az irodalmiságban nyilvánul meg. Kétségtelen itt felolvasta Ildikó, hogy mekkora stílusművész. Az akkor senkinek nem jutott eszébe. Stílusművész, az Babics, az Kosztolányi, Tóth Árpád, később ez az. De hogy mekkora stílusművész az Adi, azt nem gondolta senki. Tessék átlapozni egy Adi kötetet, csak úgy egyiket a másik után. Két olyan verset nem tetszenek látni, ami hasonló módon van megírva. Ahány Adi vers, annyi stílusban. Ez ilyet még egyet tudok mondani a magyar irodalomból, Karinthy Frigyes minden írása. Ahány, amilyen, annyiféle stílus. Karinthynek van egy híres elmélete erről, az Így írtok ti bevezetőjébe tette közzé. Nagy írónak nem szabad, hogy stílusa legyen, mert az megfojtja. Nagyon érdekes dolog, és egyáltalán nem alaptalan. Ezért van az, hogy bárkinek a stílusában tud nagyszerűeket írni. És azokat a nagyszerűeket be lehet illeszteni az illető parodizáltnak az egész életművébe. Na most Kosztolányi az mindenkin túlmenően, ugye ezzel a homo esthetikus magatartással, mindenkin túllépve azt mondta, hogy semmi más nem fontos. Csak a szépségben fogantatás, a szépségre törekvés, semmilyen homomorális magatartás, mert minden személyiség, ami a Földön eddig történt, az egy erkölcsnek a nevében történt. És azt az erkölcsöt a mindenkori hatalom diktálja. Tehát nekem ne tessenek erkölcsen jönni, mert az hülyeség. Ha szép valami, ha makulátlanul szép, akkor az majd erkölcsös lesz, tessék elhinni. Azaz, hogy Kosztolányinak ez az álláspontja rávetül a Tollal kritikája, és ez az 50-60 év kell hozzá, hogy mind a kettőjüket egyszerre és egyformaképpen el tudjuk ismerni. Én csak ehhez a
homomorál, hogy csak az esztétikum volt fontos Kosztolányinak, ugyanakkor szerintem igenis, hogy vannak a minden könyvében van valami erkölcsi, a legszó legnemesebb értelmében. Tehát valahogy ez szóval ő túl szigorúan fogalmazta ezt meg. És a másik, hogy Gábor mondta ezt a felületes adikultusz, valamelyik Németh László regényben van egy ilyen beszélgetés, hogy ismerje Adit, és akkor a másik úgy reagál, hogy igen, az a vérbajos. Szóval igen, tényleg volt egy ilyen. Én csak az aktualitását ajánlom mindenkinek, mert annyira hasonlít az a korszak a mostanira, hogy nem igaz, hát most Závada Pálnak jelent meg egy nagyon jó könyve, szia! Úgyhogy egy nagyon érdekes könyv, hát én most kaptam meg egy piacról, a piac nap, egy napja, és az 1946-ban történik, amikor vidéken, hát ha visszajöttek ugye a zsidók, a Auschwitzból minden, és akkor egy iszonyatos dolog történik ott abba a faluba. Iszonyatos dolog, ezt mindenkinek ajánlom, hogy olvasson. Úgyhogy ez annyira hasonlítom. Nekem még ebben a Kosztolányi revízióban az is érdekes, hogy mennyire meg tudott mozgatni egy irodalmi vita közvéleményt, még akkor is, ha személyeskedtek, szóval nehezen tudom elképzelni.